Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hány igeidőt használj beszéd közben. Nos, ugye én angoltanár vagyok, és főszabály szerint nekem azt kellene mondanom, hogy minél többet. Tehát a 12 igeidőből használj 12-t, mert akkor fogsz nagyon változatosan beszélni, és ugye mindenhol ezt a változatos angol nyelvi kommunikációt várják el. Teljesen mindegy, hogy nyelvvizsgázni akarsz menni, vagy éppen egy angol nyelvű állásinterjúra készülsz, ugye mindenhol az a lényeg, hogy minél változatosabban beszélj angolul, minél több angol igeidőt használj. De én mégsem ezt mondom. Álljunk is meg itt egy pillanatra. Én azt vettem észre a diákjaimon, és amikor én elkezdtem angolul tanulni, akkor én ugyanezt éreztem, hiszen többször elmondtam már, hogy én is itt Magyarországon kezdtem el az angol nyelvet tanulni és az angol nyelvvel foglalkozni, hogy a diákok egy ideig haladnak a tanárral, de egy bizonyos idő eltelte után egyszerűen feladják az igeidőket, nem tudják meg, nem értik a jelentésüket, nincsenek tisztában a használatukkal, azt mondják, hogy az angolok hülyék, ezt nem lehet megtanulni, és egyszerűen belefáradnak abba, hogy megpróbálják összehasonlítani a 12 angol igeidőt a 3 magyar igeidővel. Egyébként, hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol igeidőket, akkor lent a videó leírásában nézz rá az ezzel kapcsolatos tréningemre. Ennyi volt a reklám helye. Az iskolában teljesen mindegy, hogy milyen szinten tanulsz, az igeidőket általában angol nyelvi tesztekkel ellenőriztetik a tanárok, tehát elérnünk a könyvben a fejezet végére, és az abban a fejezetben megismert vagy átvett igeidőkből lesz ugye a jövő hét hétfőn egy angol nyelvi teszt. Na most ezek az írásbeli tesztek és az eredményük nagyon-nagyon félrevezető. Hiszen egy ilyen tesztet, ugye van mondjuk 45 perced vagy 30 perced, hogy kitölts, tehát van időd, hogy gondolkodj a válaszon, illetve nem az összes igeidőt és az összes igeidőnek az ismeretét tesztelik, hanem mondjuk 2-t, 3-at vagy maximum 4-et hasonlítanak össze. A tesztek eredményevel egy ilyen hamis biztonságérzet alakul ki, hiszen a diák kapott valamilyen jegyet a tesztre, tehát valamilyen szinten ismeri ezeket az igeidőket, a tanár pedig azt érzi, vagy azt látja, hogy ő letanította ezeket az igeidőket, és a diákok nagy része viszonylag jó jegyet kapott belőlük. Mindenki megnyugszik. Igen ám, de amikor neked egy éles helyzetben azonnal és csípőből kell angolul beszélned, vagy elmondanod egy eseményt, amiben több igeidőt kell, hogy használj, akkor pedig ebben a helyzetben leblokkolsz, és jön a megszorolási pánik, inkább nem mondasz semmit. Tehát mit lehet ebben a helyzetben tenni? A diákoknál nagyon-nagyon gyakran ilyenkor kialakul egy negatív spirál, hiszen a diák is tudja, hogy ő írt az elmúlt egy vagy két évben rengeteg angol nyelvi tesztet, de mégsem tud vagy mégsem mer megszólalni abban az adott kommunikációs szituációban. Azt érzi, hogy nem érti az angol nyelvtant, nem érti az angol nyelvet, ha megszólal vagy mondani akar valamit, akkor hibát fog elkövetni, úgyhogy inkább nem mond semmit, és itt szépen meg is állt a tudomány. Hogy lehet ezt a helyzetet elkerülni, mi a megoldás ebben a helyzetben? Teljesen mindegy, hogy te kezdő vagy haladó szinten tanulod a nyelvtant, vagy tanulod az angolt, vagy esetleg többször megpróbálkoztál már nekifutni az angol nyelvnek. Én azt javaslom neked, hogy először használj 3 vagy maximum 4 igeidőt. Teljesen mindegy, hogy kivel beszélgetsz, teljesen mindegy, hogy milyen kommunikációs szituációban vagy, használj mondjuk 4 igeidőt, egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, egyszerű jövő. Ugye ezzel a 4 igeidővel tulajdonképpen a helyzetek és a szituációk túlnyomó többsége leírható és elmagyarázható. Hogyha azt érzed,
Nagyon sokszor mondom egyébként, hogy sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy merj beszélni és merj megszólalni, mint hogy 8-10-12 igeidőt használj egyetlen perc alatt. Tehát én azt javaslom neked, hogy ezt a 4 igeidőt tanuld meg és használd rendszeresen és nagyon magabiztosan. Akár eltelhet így több hónap is, természetesen rendszeresen gyakorolnod kell az angol beszédet, hogy kialakuljon ez a fajta magabiztonság érzet. Ha nem tudod, hogy hol találhatsz magadnak angol nyelvű beszélgető partnert, akár a mai nap folyamán, akkor nézd rá a playlisten az angol beszédfejlesztéssel kapcsolatos videóimra, ott részletesen kifejtem ezt, és nagyon sok tippet adok ezzel kapcsolatban, ezeket most nem fogom megismételni. Tehát, hogyha rendszeresen beszélsz mondjuk egy külföldi beszélgető partnerrel, akkor használj csak 4 igeidőt, és hogyha ez már nagyon jól megy, ha már azt érzed, hogy ha éjjel, az éjszaka közepén felkeltenek téged, de akkor is magabiztosan tudod használni ezt a 4 igeidőt, akkor és csak is akkor akarj tovább menni, és akart fejleszteni az igeidő tudásodat. És ehhez a 4-hez, amit használsz, vegyél hozzá még egyet. Ugyanúgy folytasd rendszeresen, hetente többször az angol nyelvű beszédet külföldi beszélgető partnerekkel, de most már vondd be ezt az 5. igeidőt a mindennapi kommunikációba. Megint teljen el mondjuk egy hosszabb időszak, ez mindenkinél változó, lehet, hogy 1 hónap kell, lehet, hogy 2, és ha már úgy érzed, hogy ezt az 5. igeidőt is magabiztosan használod, tehát hogyha jelenleg te 5 angol igeidőt tudsz bármilyen helyzetben az éjszaka közepén is előkapni, akkor vegyél hozzá egy 6. És így szépen folyamatosan a hónapok munkájával és a rendszeres beszédfejlesztéssel és gyakorlással fejleszd az angol igeidő tudásodat. Tudom, hogy ez nem egy nagyon izgalmas és rövid módszert. Nagyon sokszor mondom, hogy nincsenek gyors megoldások, és nincsenek csodapirulák, de hogyha követed ezt a módszert, rendszeresen beszélsz, és nagyon tudatosan építed fel az igeidő ismeretedet, akkor én garantálom neked, hogy fél év vagy 1 év múlva te sokkal jobban és sokkal változatosabban fogsz angol nyelven beszélni, és soha többé nem fog kialakulni benned az a megszólalási pánik, hogy leblokkolsz, és nem mersz egy szót szólni, és meg sem ukkansz egy kommunikációs szituációban. Köszönöm szépen a figyelmet, viszlát legközelebb!